Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A pandémia első szakaszában a kedvenc kisfilmem itt a Pax Televízión a karanténversek voltak. Először is azért, mert nagyon szeretem a verseket. Úgy nőttem fel, hogy édesapámmal nagyon sok este verseket olvastunk. Tévénk nem volt. Másodszor pedig azért, mert a Pax TV-ben abban az időben nagyon szűkösen voltunk az új kisfilmeknek, nagyfilmeknek, és egyik nap lapozgattam a Facebookot, ahogy ezt szoktuk tenni, és megláttam Zámbori Somának a Karanténversek című filmjeit, kisfilmjeit. És gondoltam egyet, hogy írok neki, és megkérdezem, hogy esetleg odaadja-e nekünk a Pax Televízióba. Ma el fogja mondani itt a stúdióban, hogy hogyan is valósította meg ezt az álmát, talán nem is egyedül, hanem feleségével, Ritával. Köszöntelek benneteket, Zámbori Soma, színművész, szinkronszínész, Fazekas Rita, mediátor. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük, mi is köszönjük, és köszöntjük a kedves nézőket is. Igen. Soma, hogy született meg a szívedben a karanténversek? A versek nagyon közel állnak hozzánk, és hozzám. Egyrészt a kapcsolatunk is ide eredeteztethető, hogy mi egy versmondó versenyen találkoztunk anno először. A múlt évezredben. Amíg a múlt évezredben, igen. És igen, így, tehát a versek mint hozott anyag, hasonlóan úgy, mint nálad is, ahogy a beköszöntőt mondtad. Otthon sokat olvastunk nagymamámmal, anyukámmal, ugye aztán a színészi pályára kerültem, akkor már ugye profi előadó művészként az ember már nem vesz részt ilyen amatőr versmondó versenyeken, ahol mi találkoztunk, vagy már nem lehet, vagy nem illik, de úgy mindig megmaradt nekem a versek iránti szeretet, az előadó művészetnek ez a különleges kis iránya. A diplomadolgozatomat is ebből írtam különben. Színészként az volt a címe, hogy a versmondás és színművészet összehasonlítása, avagy egy versmondást kedvelő színművész töprengései a versmondásról. Képzeld el. Ez volt amúgy a diplomadolgozatom. És szóval nem gondolom, hogy mindenki szeret és mindenki tud. Tehát ez egy nagyon szűk mezsgye, de szerintem annyira sűrűn van a versekben megfogalmazva a költői mondandó és egy olyan elementáris szívtől szívhez szóló, szóval sűrűsége nagyon tetszik a verseknek, amely na, mire gondolhatott a költő, de ugye interpretáló művészként kiindulok abból nyilván, hogy mire gondolhatott a költő, de én szeretem a saját személyiségemen átszűrni. És ugye jött a karantén. És több művész társammal azért különböző projektekben benne voltunk, hogy segítsünk ilyen helyzetben azért a köznek, az embereknek, a diákoknak, akik most nem úgy tudják, akkor magyar tanárok kerestek minket, hogy szívesen vennék ebben a helyzetben, mert hirtelen online tartalmakat kellett ugye gyártani, hogy elérjék a diákokat így is. És ugye sok verset tudok kívülről, meg nagyon sok verset mondtam már, és láttam egy muzsikus barátomat, hogy valami karantén, muzsika karanténzen, és gondolkoztam, így imádkoztam, hogy karanténvers. Biztos csomúgy sokan fognak ezzel jönni, így rákerestem, de karanténvers. Ja, ilyen még nincs. Akkor mi lenne, hogy csinálnál? Igen. És az volt a szívemen, hogy mik azok, amik csendességeimben, elgondolkozásaimban úgy előjönnek, és akkor leültem én is kötetek mellé, kötetekkel olvasni, akkor kerestem én is az interneten még, hogy hú, ez elém jött, te jó ezzel a verssel. És hogyha ez már nekem valamit jelent, vagy a páromnak valamit jelent, Ritusnak, és akkor beszéltünk a versről, hogy figyelj, mi lenne, hogyha most szerinted pont most egy olyan reményik, vagy pont most egy április, aha, de jó, de emlékszel, vagy régen mondtad azt, vagy erről beszélgettünk. És akkor filmes csapat, Ács Katával ugye, aki vágja az anyagot, akkor az ő párja, Gilbert, Szabó Gilbert, ő is önként jelentkezett, hogy látott egy-két anyagot, amit még otthon így összebingiztem, tehát így az elején nyilván ilyen 6-8-10 óra telt el, hogy összevágtam egy anyagot, nekem azért a digitális utómunka nem fegyverem. És így egy csomóan jelentkeztek, hogy igen, ez egy olyan
ez egy olyan platform lehet, ahol most ebben a szűkös időben jól lehet szólni emberekhez. Nem csak platform, bocsánat, csak kapcsolódnék ide, hogy, hogy egyszerűen lelki támasz. Tehát amikor tényleg, hogy ez egy annyira, ilyen még nem történt velünk, és mindenki, ez a bizonytalan helyzet, ez nagyon, nagyon sokunkat, vagy hát mindegyiknek teljesen új volt, és hogy segítsünk így a nehézségben, nagyon sokat beszélgettünk. Nekünk is született egy közös projektünk, amikor bejelentkeztünk így közösen az én Facebook oldalamon keresztül, ott pedig a kapcsolatokra próbáltunk rámenni, meg hogy hogyan segítsük azt, hogy a konfliktusokat hogyan tudják megelőzni esetleg ott, hogy így a bezártság okozta konfliktusokat, az érzelmi intelligenciáról, tehát egyszerűen így beszélgettünk. Ezért így közösen, és akkor ugye Somának pedig a versek. És egy az egyben az volt a szándék, hogy ezt úgy kitegyük így a köznek. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, akkor hallgassa meg. Szóval nem a művészi exhibíció és az igazi, nem tudom, hogy mondjam, tehát a magamutogatás, semmi ilyesmi nem volt benne, hanem pusztán az, hogy amikor úgy érzed, hogy benned valami úgy túlcsordul, és hogy van valami mondandód, és ezt morzsolgatod, mormolgatod ezeket a verseket, és lehet ez bibliai vers, vagy lehet tényleg a líra a költészetből, akkor lehet, hogy erre más is kíváncsi. És akkor így jött a telefon, és akkor így tökre jut, persze, hát akkor használjátok, hát ez a közé. Művészek szeretnek adni. Csak nem mindegyik művész szeret adni önkéntesen, pénz nélkül, teljesen a szívéből. Annyira meglepő volt ez a számomra. Azért ismertük már egymást néhány éve talán. Igen. De erről az oldaladról, vagy erről az oldalatokról nem ismertelek benneteket, hogy szívemberek vagytok. És hát én alig mertem azért ezt megkérdezni, hogy akkor most ezért fizetnünk kell, vagy és mondtad, hogy nem, ez teljesen szolgálatból, adomány azért, hogy az emberek élvezzék. Ez annyira megdöbbentő volt a számomra, és annyira megható volt. Igen. És nem tudtam, mondtam a férjemnek otthon, hogy hát valamit azért vinnünk kell, ez a jó magyar gondolkozás, hogy ha kapok valamit, akkor még ha nem is kérnek érte pénzt, gyorsan valamivel kompenzáljuk. És nagyon emlékszem, hogy egyik este így elrohantam. Akkor is volt már valami karantén. De finom volt az a bor. Nagyon finom. Pár napon belül meg is ittunk. Én is azt akartam mondani, hogy nagyon finom volt. És mondtuk, hogy ezt a karantén versek egészségére. Na csak a kapuba így átadtuk. Köszönöm, nagyon fantasztikus, de jó. Igen. És nagyon hálásak voltunk. Köszönjük a bort. Utólag is nagyon szívesen, egészségetekre. Szóval ezt ritkán tapasztaltam eddig, de ahogy téged megismertelek, benneteket megismertelek, egyre több művész jön, kapcsolódik hozzánk, akik értékeket szeretnének adni a szívükből, ingyen, szolgálatból. Ez valami olyan gyönyörű dolog, és most mintha alakulna ki egy teljesen más világ, amit tényleg mi választunk, és azért, mert szeretjük az Istent. Igen. De egy picit hagy térjek még vissza Ritához, mert hogy annyira jó volt ezt hallani, hogy közösen terveztétek meg ezt a karanténverses produkciót is, ha lehet így nevezni, de hogy a párkapcsolati mediációt is közösen csináljátok. Egy picit mesélj erről, Rita. Igen, segítünk olyan pároknak, akik szeretnék a kapcsolatukat még magasabb szintre emelni, vagy a kommunikációjukon javítani, tehát az egymással való minőségi időt szeretnék még jobban eltölteni. És én nagyon örültem nekem, amikor Soma azt mondta, hogy hát ő is szeretné elvégezni a mediátor képzést, de ő csak így velem szeretne, tehát hogy neki ugye nem ez a fő terület. Mert hogy mindig olyan lelkesen beszélek róla, és hogy ez annyira inspiráló, meg látja, azt mondta, hogy látod a hatását, mert próbálok ugye otthon is úgy hozzáállni az egész családhoz ennek szellemében. Mert ez nem csak egy módszer, hanem egy életszemlélet, hogy hogyan kapcsolódok a másikhoz. Tehát, hogy a saját érzelmeimről beszélek, akkor is, hogyha meg vagyok bántva, tehát nem igyekszem nem vádaskodni,
tehát a saját érzelmeimet teszem ki az asztalra, elmondom, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy jobban érezzem magam, mit gondolsz erről, téged ezt hogy érintett, és ez a Soma bevallása szerint, tehát itt van, kérdezi meg tőle, de ugye ezt mondta, hogy ez annyira megragadta őt, hogy így meglátta, hogy mi lenne, hogyha így akkor közösen együtt tudnánk másoknak segíteni. Ez nagyon gyönyörű, hogy egy házas pár, most már tényleg az látszik, hány éve vagytok házasok, szabad tudni? 20. Az gyönyörű, gratulálunk. Azt mondta, hogy hát ő azért gondolt, hogy 2000-ben legyen az esküvő, mert hogy könnyű számolni. Könnyű számolni, igen. 2020 van, akkor 20. 2037-ben, amikor egyszerű a matek, mi van ott a vége, 37. Igen. Szóval együtt csináltok mindent. Nem mindent, de... Közel mindent. Igen, unjátok meg egymást. Igen. Ez pont az egyik. Ja, pont most kérdezte tényleg az alatt. A kisebbi fiunk kérdezte, amikor éppen így évült a konyhába, hogy oda jött, átölelt, és azt mondta, anya, ti nem unjátok egymást? Ez annyira édes volt, így kirobbant belőlünk a nevetést. Igen. Egymásra néztünk? Nem. Igen, de ezt abszolút én is tapasztalom a saját házasságomban. Már 40 éve házasok vagyunk, és nagyon vicces. Duplája. Bocsánat, 41. Ugye, matek azért elvehez ez. És annyira vicces, mert számtalan szó előfordult az, hogy férjem elmegy otthonról, és kiér a sarokra a kocsival, és már felhív. De olyan sztori is volt. Á, nálunk nincs ilyen. Olyan sztori is volt, hogy felhívott, és akkor azt mondja, hello, szia, anya vagyok. Így körülbelül. Mert úgy vagyunk beírva egymásnak a telefonba, hogy anya, apa, és hogyha az ember nem koncentrál, igen, akkor igen. Csak néz, ja, nem anya vagyok, apa vagyok. Szóval én hiszek abban, hogy minél több évet töltünk együtt, annál jobban értjük egymást, annál igen. Jobban része lehetek a másiknak. Igen. Annál jobban kötődünk, annál több szálon. Igen. Tehát, hogy igen. Tényleg így igen, de ez nincs, tehát hogy ez nincs munka nélkül, tehát hogy ez így nincs ingyen. Vagy ne azt mondjuk, hogy munka, mert az úgy vagy befektetett energia. Vagy tehát hogy minden rendszer akkor működik, nem? Igen. Tehát hogyha energiát teszünk bele, tehát hogy foglalkozunk vele. Igen. És ez egy rendszer, családi rendszer, párkapcsolati rendszer. De hát ez Istennel való kapcsolatod is ilyen. Igen. Hogyha nem imádkoz, nem kötelező imádkozni. Igen. De ha nem imádkozol, akkor nem vagy vele kapcsolatban. Isten nem tolakszik. Igen. Ő vár minket. Igen. Uh-huh. Úgyhogy nagyon szeretjük ezt. Igen. De hogy vannak egyébként még közös területeink, amit nagyon szeretek, és ez egy viszonylag új. Fiatal, vagy hát jegyeseknek kvázi ilyen jegyes oktatást is végzünk. Hát nem kvázi, hanem jegyes oktatást. Azért mondtam a kvázit, igen, ezt meg is szerettem volna magyarázni, hogy nem csak hívő pároknak, hanem akik még, úgymond, hogy még nem ismerik Isten. Tehát, hogy ők szóval legyenek ebből kimaradva. Mert az a tapasztalatunk, nem, hogy igazából akik nem gyülekezeti tagok, nem tartoznak úgy egyházhoz, nem is, hát ugye, akiknek most segítünk, nem is hallottak erről, hogy van ilyen, tehát hogy, és nagyon megörültek. Egy nagyon evangelizációs forma például, hogy egyes. Igen, mert oda is azért behozzuk, ha nem is néven nevezve Istent, de az értékeket, amiket kapunk. Úgy tudom, hogy ezt a pandémiának az első szakaszában csináltátok, lehet, hogy nem jól tudom, de mit? Hogy... A bejelentkezést, igen, de igen, a karanténverseket is, ugye ott volt egy nagy dömping. Igen. Ha mondhatom így, és most újraindultál. Igen. És ennek szintén részesei. És igen. Igen, karanténvers 2.0, igen, és ugyanúgy adtátok le, és itt, aki most ott ül a kamera mögött, a Gyuri, már ővele is forgattunk. Hello, Gyuri! Ja. Szóval, igen, hát valahogy ugye egy újabb szintre, vagy másfajta szintre kellett lépni. Mennyivel másabb ez a második szakasz? Akár ebben, vagy akár a ti megélésetekben, hogy most karácsonyra készülünk, adventet ünneplünk. Igen, advent, csendesség, elcsendesedés, tudatosabb a verskeresés, és képi világában is. Tehát azért minden nap készíteni egy-egy ilyen anyagot, azért ez nagyon-nagyon húzós. Nagyon de ugye hirtelen akkor ott volt, hogy úgy mindenki hazakerült, tehát hogy
nekem kreatív emberként jól is esett, hogy hirtelen ilyen 3-4 óra keresési munkában így fogtam és elfoglaltam, mert amúgy megörültem volna, ha nem tudok mit csinálni. Tehát alapvetően egy kicsit azért ilyen vagyok. Ez is benne volt, de ugye azért az egész családnak ehhez alkalmazkodni kellett, mert azt mondja, amikor Soma ugye kiszól a dolgozó szobából, és akkor most felvétel lesz, és akkor órákig szól. Jó, de azok ugye hangfelvétel volt, amihez ugye hozzá kellett keresni a képet, és akkor a Katával együtt dolgozva, akkor elküldte első vágata, nézzük meg, gyertek családi kupak tanács, most úgyis itthon vagyunk karanténban, minden gyertek, verset. Nézzük meg, aztán. Igen, akkor hogy tetszik, tehát hogy ez nekünk így a fiúkkal. És minden verset megmutattunk a fiúknak, igen. Mert az voltak első azok szűrő az így a család volt, hogy akkor nézzük meg, hú, ez egy kicsit itt most sok, itt most át kéne színezni, nem esik jól neki ez a pirosas vagy szürkés, akkor hát igen. Kicsit legyen gyorsabb vágásban. Szóval nehezebb ez a második szakasz, vagy nem tudtak különbséget tenni? Más. Szerintem most pont könnyebb, nem? Mert nincs rajtad az a... Mert aztán ezt már egy kicsit olyan, talán ilyen nyomás is benne volt, hogy hú, hát te azt ígérted, hogy minden nap jelentkezel. Igen, és ugye volt egy ilyen, hogy na minden nap, és akkor úgy azért őszintén megmondom, tehát hogy egy ilyen 35-40 vers után, amikor már ezt minden nap tolod, akkor így benne volt, hogy hűha. És akkor egy britusra beszéltük, hogy jó, de bevállalt a fiel, leírtad, tehát kitetted, ez nem olyan, az emberek várják, az emberek minden nap kell. És akkor nyilván jöttek a kommentelők, hogy na, és akkor minden nap, és akkor oké, jó, hú, de jó, vége a karanténnek. Nem az, hogy vége a karantén verseknek, hanem... Bocsánat, én másképp emlékszem, szerintem az 50 vagy hányadik után azt mondtad... Szerintem egy olyasmi volt, én úgy emlékszem, hogy az 50. után, vagy egy ilyen kerek szám után, pont azért, hogy ne legyen ilyen nagy üzemi jellege, és tényleg megmaradjon az, hogy szívvel lélekkel csinálja Soma. Itt ki is írtad, hogy most már csak heti kétszer fogsz jelentkezni. Igen. És akkor még azért tartottak arra. És akkor jött a nyár, ott akkor, igen, és akkor lett 60-70 versfilm, és akkor úgy jó volt, mint ahogy felszabadultunk, és akkor már nem volt karantén, de elkezdett hiányozni. Tehát nyilván nem azt vártam, hogy újból karantén legyen, de én ezt fölfogom úgy, mint így művész, hogy ez szerintem egy ilyen alkotói időszak. Tehát, hogy most így karanténban vagyunk, vagy otthon, kicsit bezárva, akkor este 8 után már nem lehet kimenni, tehát ha én tudom, hogy verseket is olvasgatok otthon, akkor ez lehet, hogy az én lelki szűrőmön által víve, tehát inkább azt mondom, hogy olyan minőségi borokat, minőségi versborokat, tehát valami ilyesmi lehet az áthallás, vagy a hasonlat. Készítünk most, több időnk van rá, jobban végig gondolom én is a koncepciót és a válogatást, és most már nem a mennyiség a fontos, hanem inkább a minőség. Hát akkor is a minőség van. Igen, a minőség az mindig fontos volt, de hogy szűkösebb volt azért rá az idő. Azért látok olyat is, hogy kérnek is verseket. Igen. Most is hogy... a mostani adventre, most a felvételt, hogy vesszük, és most ezt nem tudom, mikor fogjuk leadni, de hogy, és akkor most így akkor nem mondhatom el, hogy mi lesz a következő, de hogy például mostani is egy ilyen kívánság. Kívánságvers lesz. Hát ez óriási. Igen. Szóval akkor ebben a nehéz időszakban, mint zámbori család, hogy várjátok a karácsonyt? Mi az, amit nyilván nem sokat tudtok tervezni? Nagyon szeretnénk együtt lenni a nagy családdal, tehát azért nekem nagy ugye család van vagytok mind a két részről? Nem, csak az én részemről. Uh-huh. Soma egyke, sajnos. Uh-huh. Ugye a szüleivel nagyon szeretnénk majd találkozni, remélem, hogy tudunk valamit köztes megoldás, hogy valamit kitalálni. Integetünk a 8. emeletre, én azért másra gondolok, de majd ez kiderül. Majd kiderül nyilván, tehát ez még alakulóban nem, van. Nehogy megnézzék a szülők és eláruljuk. Nem, ezt ők is nagyon várják, meg nagyon szeretnék, de az én részemről nagyobb, ha lehet így mondani, mert van két húgom, és nekik is van ugye családja, két-két gyermekkel, és ugye az én szüleim, és akkor hát ez nagyon, tehát nagyon-nagyon szeretjük ezeket amúgy is, amikor, nem is karácsonykor, de bármikor, amikor így összejövünk. Úgyhogy nagyon remélem, hogy... Mit jelent a számotokra a hitetek szerint a karácsony? Hú. Kezdjön. Én kezdjön? Igen. I
igyekszem az adventet, akkor magamról beszélek, igyekszem az adventet úgy megélni, hogy tényleg ilyen lelki csendesség is legyen, amellett, hogy az ember nyilván csinosítja a lakását, meg készül, meg takarít, és a gyerekeket bevonjuk, meg mézeskalácsot sütünk, ugye mi is, hát megvannak nyilván ezek a körítések, de hogy meglegyen az a lelki tartalom, hogy tényleg itt most a megváltónak a születését várjuk. Úgyhogy az adventi kalendáriumban most is ott van minden napra egy kis igevers, amit aztán így a közös vacsoránál így átbeszélgetünk. Majácskának ugye, aki a legkisebbik gyermekünk, a kislányunk, 7 éves, tehát az ő szintjén, de olyan jó hallani, amikor a fiúkat halljuk így beszélni, amikor ők magyarázzák. És akkor már majdnem mindegy gyerekről volt szó, csak az Aláról, nem? Hogy jönnek sorba? Doma Zala, Maja. Igen. Uh-huh. Doma, ő 17 lesz februárban, 15 lesz Zala, ő is februárban, mind a ketten februárják, uh-huh. és Majácska meg májusban már 8. Uh-huh. Elsős. Úgyhogy most csak ő jár iskolába. A fiúk is járnak csak online. Hát igen. Ő de jár visszatérve az adventra, most ezen én gondolkoztam, hogy igazából miről? Várakozásról? Mire várakozol? Jézus megszületésének. Mire várakozol? Ez a csendességben történő várakozás, az elcsendesedésben, tehát, hogy úgy várni azt az örömöt. Tudod, amikor ilyen úgy igyekszel a saját életeden belül a feles dolgokat kitakarítani, és tényleg ugye egy irányba koncentrálni, és én nekem valahogy ez összefügg a szentséggel. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi szentek vagyunk, mert közel sem, de a szentséghez való közeledésnek a várakozásáról. Így még erről is. De Krisztus szentnek lát bennünket, mert Jézus vérén keresztül néz. Így van, csak néha mi magunkat nem látjuk pontosan szentnek. Igen, és akkor, hogy ebben az egészben, hogy pontosan, hogy nincs jó szemüvegünk, hogy... És ezt így nehéz akkor, kimondani. De ezt nehéz kimondani, és akkor tudod, amikor így benne vagy a teszel le terheket, teszel le felesleges dolgokat, és szóval nekünk így ilyesmi az adventi időszak. Ilyen szívbeli rákészülés arra, hogy legyen meg a megélésben, egy közös megélésben úgy a szentség atmoszférája, úgy, hogy erre valahogy így rákészülni. Hát ez gyönyörű. Nagyon. Nem akartam gyönyörű dolgot mondani, csak hogy úgy vagyaltam, hogy valami, igen, és hogy persze nyilván jár egy csomó vitával, hogy, de most azt hiszem ezen így túl lettünk, hogy most a lakás földíszítése, hogy mennyire sok... Somány, ez túl szabák és a fürdőszoba felújításban voltunk, igen, csak a néző kedvér mondjuk. Nem, hát, hogy most még azt a girlandot föl kellett tenni, vagy nem, igen, meg a kis Soma valami. Szerint az, ő nem szereti, amikor már gicsesnek mondja, amikor már annyi minden világít. Én nagyon szeretem, hogy Maja is, tehát a lányok. Hogyne? Igen. Szeretjük ezt a csillivilis részét. Ebben össze kell hozni, igen. Tehát, hogy most a Maja érkezésével azért 7,5 évvel ezelőtt még több nőiség került be a családba. Jaj, de jó, nem Rita? Igen, én nagyon élvezem, igen. Hát azért 3 fiú mellett, igen. Aha, jó, de hát az együttlét. De akár azon a dühöngés is, hogy ez a mézes kalács házikó, ez most a Jászori nem nagyon akar összejönni a cukorragasztástól. De majd még egyes, pont most fogunk majd még sütni. Igen. Hát azt többször sütünk. És a Soma is süt. Nem, én ragasztottam. Díszítésben, most egy kicsit részt vettem Majával együtt. Olyan szép volt látni. Ez. Hogy meg azt a fiúkkal különben pont beszéltük, hogy így előre így készülünk, hogy na akkor milyen társas sokat fogunk játszani. Csak egy kis, van egy társasunk, ami kifejezetten a pandémiáról szól. Azt nem fogjuk elővenni. Tényleg, azt nem fogjuk elővenni. De ez még több éves társas. Ez mondom, komolyan? Ez most hogy lehet, hogy ilyen társas játék? Igen, kifejezetten ilyen világjárványkezelés. Az a neve, hogy pandémia. Ó, akkor nem fogjátok. Ja, pandemik, bocsánat. De mindegy, ez nem a reklám helye, de hogy ezt nem vesszük elő, igen. Hogy akkor mondtuk, hogy igen, ezzel tavaly sokat játszottunk, meg tavaly előtt is, és akkor fene gondolta volna, hogy azért ilyen szituban is leszünk. Hát nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk először is a versekről, és nagyon köszönjük, hogy továbbra is adod ezeket a verseket, és nagyon reméljük, hogy még többet fogunk tudni a jövőben együtt dolgozni.
nagyon jó volt hallani, hogy tényleg együtt dolgoztok, és hogy a Soma is úgymond asszimilálódott a te munkád felé. Ez szintén gyönyörű dolog, még hogyha tiltakozik a Soma a gyönyörű szó ellen is. Hát ő a gyönyörű. Ő a gyönyörű, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és Isten áldjon meg benneteket. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Nagyon boldog karácsonyt kívánok. Áldott karácsonyt. Nézőknek is nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Isten áldjon önöket. Viszontlátásra.